đây là cái thay thế là các bên bao giờ phải nhớ amikor meg lesz szél este felé, meghirdetve előre, meggyújtjuk az asszonyságot, sőt még ha sikerül, mit is fogunk követni, jaj, mondjátok meg, kölcsönök. Az üstökök, tehát az üstökös is várható, hogy láthatjuk, és ha sikerül, akkor kihívunk csinálni ezt, és meg lehetne nézni az üstököst is bejött. Tehát a jövő héten programokat próbálunk szervezni a télapszolégetésre is, meg valami kis csillagászatot is, hogyha sikerül. És megre jönnek a busok, terveink szerint, és felszálltok a kis vonatra, és most ilyen módon történik majd a tényőzés, a leszvárás, kis vonattal. Kis vonatot, ami még nem volt, hát ilyen még nem volt. Kis zomborom. Kis vonattal húzzuk a telet, meg a mosókkal is, ha ide voltnak. Addig kérem, gyertek ide, igyetek teját, egyétek a pogácsát, Isten vannak, hú, és micsoda kis hangadott valakinek. Jó kis hangja van. Azt van. Hú. Terveztük így, de az időjáráshoz nem engedik a kérdés. Kezdete januártól a vízkereszt, vége pedig a 40 napos főt kezdete halmozó felnap. Ezen korsabb időszak a tavaszvárás fölállítani ünnepeiből dönt ki, a zajos kulatozás, tréfacsinálás, bolondozás, ezt a viszont a párkeresés és az udvarlás. Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak bizonyos itáliai mintákat követő állatos mulatságok, sőt, II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek. Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékezetet. Végezett vetett ünnepozást az őtök művének tartotta és üldözte is. De a farsang időszakának megünneplését nem tudták visszaszorítani. Annak ősi, fogány gyökerei, melyek szoros kapcsolatban állnak a természetesség várással, a tél elmúlta, veled
érzed? Örömmel a tavasz megköszönt és hihetetni szándékozó ritusokkal erősen érnek a népi hagyományok. Különféle maszkos alakotásokban ültek aztán ki a különféle dramatikus játékok, amelyekben titkos alakokat személyesítettek meg. Ilyenek voltak a cigány, a betyár, a kondos, a vándorárus, az állatmaszkokat is gyakran feltűnik a játékokban, például a kecske, a ló, a medve. Kedvelt volt a férfi-női szerep és a ruhacsere is. A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen kormányos. A délszláv eredetű sokácok faállarcos felvonalásairól már a 19. században vannak feljegyzések. A falban tartott állarcos jelmezes felvonulások menetében ott haladtak a tipikus figurák, a cigány, a koldus, betyár, vándorkereskedő, orvé és a többi. Időnként megálltak és rögtönzött rékvás eredeteket adtak elő. Hozzánk már több mint 10 éve jönnek barátaink, hogy együtt idézzük meg a tavaszt és tevessük el a telet. Így lesz ez most is, mindenkinek jó szórakozást kívánunk. Jöjjenek velünk zajos kolonkolásunkkal, ijesszük el együtt a telet. Ne jöjjön vissza márciusban. És a séta helyett mindezt oldjuk meg egy kis vonatozással együtt. Segíteni nekünk elődni ezt a kitektelet. Azt kérem, hogy a büsét
az első kis vonatba szálljanak már be, és szépen lassan már is beszállhatnak, és a hátsó részben pedig itt van már az első kocsinál. Thank you.
Carina, da boa, isso aqui é o meu.